Felbojdul a város, amikor Kathleen egy új tehenet hozott magának. Egy marha. Megvásároltam. Az első indiai nálunk. Nem engedhetjük, hogy idegen fajtát tenyészen a földjeinken. Nekem? Nem engedik? Luke elfogadja Blackwood meghívását, de váratlanul Langarát tálalják neki. Egyedül akar McGregorral szembeszállni? Nem az aranybányáról beszélünk. Előbb a bánya, aztán Langara. Amikor barátja beleszeret Kathleenbe, Matt letagadja az érzéseit. Szemet vetettél rá? Én? Dehogy! Mert akkor visszavonulok, nem tennék ilyet veled. Ő lenne a legutolsó nő a földön, elhiheted. Matt megpróbálja lebeszélni Luke-ot az aranyásásról. Nem fogsz aranyat találni. Én azért találtam valamit. És kiderül majd, tényleg bolond volt-e az apám. És ez tényleg Alec tébolydája-e. Magyar hangok. Rosta Sándor, Szórádi Erika, Juhász Zoltán, Markovics Tamás, Magyar Bálint, Mánya Zsófi, Versényi László. A Fagyos Folyó Lovasa. További magyar hangok. Sánta Anna Mária, Túri Bálint, Gyurigy István. Üzlettársak. Hiányzik a lépcső, Miss Blackwood. Bíznia kell bennem, akár a jó Istenben. Hogyan bízhatnék valakiben, aki olyan szemtelen, mint maga? Cobb és társa kocsikat küld az utasokért, amik pillanatok múlva itt lesznek. Remek. És elvárom, ahogy az apám is elvárná, hogy a kísérőm és én legyünk az elsők, akik tovább megyünk. Igenis, Miss Blackwood. Persze a kocsi belsejében. Oliver Blackwood lánya semmilyen körülmények között nem utazhat máshogy. Mindig is volt némi aranyhordalék a környéken. De ennél többet senki sem talált. Csak nem tudták, hol keressék. De én igen. Csak nem férek hozzá. Puszta kézzel nem. Nagy bátorság volt ilyesmire pénzt kérnie. Tartsd a szád, Frank, és figyelj inkább, Luke és én éppen tárgyalunk. Az aranypor magától nem kerül csak úgy bele a patakba. Ez lenne a nagy titok. Mr. Blackwood, itt lesz fönt az ér, és én meg is találom. Elég drága mulatság. Ezért jöttem ide. Rendben van, támogatom. De hogy megtérüljön a befektetésem, 25%-ot kérek mindenből, amit talál. 20%. 20%. És a szerződést Frankkel kötik, ő lesz az üzlettársa. Te azt akarod, hogy majd vele együtt túrjam a földet? Nem vagyok én bányász. Nem, nem vagy bányász, nem vagy te semmi, de talán még lehetsz. Nekem a bányámban kell dolgoznom, nem érek rá pesztrálni őt. Ha az ember kölyök kutyát nevel, elő kell vennie a pórázt. Szóval nem lesz más választásom? Dehogy nem. Kérhet pénzt McGregortól is. Frank! Vagy nekivágsz. És együttműködsz Luke-kal, vagy egy sokkal hozzád illőbb munkát keresünk neked, mondjuk egy szatócsboltban. Hm? Az üzlettársak kezet fognak szerződéskor.
Sean! Sean! Úgy restelem, Colin. Nem tudom, mi leli ilyenkor, bárcsak olyan lenne, mint a többiek. Nincs vele semmi baj, Mrs. Corny. Át kell esnie ezen az időszakon. Minél előbb rátalál a saját útjára, annál jobb lesz. Nem mész onnan, te kis ördögfióka! Ne bántsd azt a kutyát! Jó reggelt, Frank. Jó reggelt. Azt mondtam, lefelé onnan. Nyomás! Colin, szép beszéd volt. Köszönöm. Kár volt az énekért. Talán jobb lesz, ha elhagyjuk az éneklést, amíg nem lesz új orgonánk. Ó, szegény Miss Cornish, hogy fog ennyi időt eltölteni a templomban orgona nélkül? Mit kezdjünk Seannal? Az édesanyja aggódik miatta. Azt mondtam, elég. Gyerünk! Olyan helyes gyerek valójában, egy kis bátorításra szorulna. Talán elbeszélgethetnék vele. Úgy tudom, igyekszik, hogy le ne maradjon az osztályban. Nos, az iskolai előmenetele az én dolgom. Én vagyok a tanára. Lehet, hogy nem neki való a tanulás. Kétkezi munkás is van a világon. Nézetem szerint minden gyermeknek joga van a tanuláshoz, és nem hiszem, hogy Sean Carney olyan bolond lenne, amilyennek egyesek gondolják. Én ezt egy szóval sem mondtam. Akkor mit akart mondani? Csak nem azt, hogy nem tanítom megfelelően. Nem, dehogy. De valamit kell tenni. Igen. Nos, ha megbocsátanak. Gyere, Michael. Makacsasszony. Erősen. Ó, köszönöm. Lelessen közben. Jó, jó, tehát... Vigyázzatok magatokra! Minden, remélem, hogy sokára. Gyere, te is! Gyerünk, indulás! Ja! Állj! Állítsa meg! Állj! Itt hagytak minket! Miért nem szólt nekem? Nem akartam megzavarni, és a benti ülések is mind elkeltek. De én lefoglaltam egy ülőhelyet. Igen, igen. Ahogy mindenki más is. Amikor a kocsi megérkezett, nem tudtam visszatartani őket, és semmilyen körülmények között nem akart kint utazni, ha jól emlékszem. Igen. Igen. A következőt tudom ajánlani. Reméltem, hogy a pünkösdi istentiszteletre már itt lesz, de most, hogy a vonat elakadt, nem tudom, hogy mit tegyek. Miért nem rakja fel Colin egy kocsira, és viszi el ő maga? Nem lehet, mert meglepetésnek szántam. Ezen tanultam meg orgonálni. Eddig a szüleim házában volt, Adelaide-ben. És neki akarja ajándékozni? A templomnak természetesen. Természetesen. Szívesen segítenék, de nyakamon az összeszámlálás, úgyhogy nincs rá időm. Sejtettem. Csak gondoltam, Mr. Blackwood előtt megkérdezem önöket. Miért pont őt? Victoria is most jön haza Melbourneből. Ő is a vonaton van? Nem szívesen keverem bele Oliver Blackwoodot a családi ügyeinkbe. Hát úgy is felfoghatjuk, hogy Istent szolgáljuk vele, a templomot és Colint. Bérelek egy kocsit. Elnézést, később találkozunk. Úgy látom, talált egy kis szabad időt. Virradatkor kezdünk. 4 órát késett. Én itt üzlettárs vagyok. Majd én eldöntöm, mikor jöjjek. Ezt fogja viselni? Nem akarok rabszolga lenni. Hogy így nézzek ki? Rendben. Használt már ilyet? Ne higgye, hogy nem tudom, mi ez. Jó. Vágjon fát. Én ások. Ez eukaliptuszfa. Azt hiszi, teljesen bolond vagyok? Nem emlékszem, hogy ilyesmit mondtam volna. Én ások. Maga vágja a fát. Csak nem gondolta, hogy én ezt nem tudom. Ez a fa olyan kemény, mint a gránit. Most rajta kapott. Pontosan, barátom. Ez tömör szikla! Csak az első 15 méterig. Mit szólt a nővére, hogy bánya tulajdonos lett? Nem tud róla.
És nem is kell, hogy tudjon. Amíg én az elkényeztetett kölyök követ török, itt robotolok, addig ő első osztályon utazik Melbourneből haza egy vagonnyi ruhával, amit az édes apukája fizetett. Nem is bánkódom, hogy elakadt a vonat. Inkább ásson. A bokrok köszöntötték, akárcsak a kedves hangok. A szellő susogása a folyó mindkét partja. Nagyon jó, Dorin. A következő. Aj, nem már. Ne só, nem is tud olvasni. Ebből elég. Olvasd csak, Sean. Aj, nem már. Aj, nem már. Tanárnő, bárki, csak ne ő. Azt mondtam, elég. Először jó modort kell tanulnatok. Gyerünk, só! Gyerünk, sikerülni fog! Ez az! Igen! Gyönyörű! Jó ütés! Nagyon szép! Gyerünk, folytassuk! Csak így tovább! Gyerünk! Gyerünk, Sean! Rajta, Sean! Mutasd meg, mit tudsz, te kuka! Gyerünk, meg tudod csinálni! Ez az! Gyerünk! Gyerünk! Mindegy, szép volt. Igen. Üsd vissza, Sean! Üsd vissza, üsd! Ha. Ez az! Sean! Készülj! Nem baj. Reménytelen. Hát ez nem megy. Mindegy, folytassuk. Na, dobom. Gyerünk! Ez az. Igen! Ez szép volt. Látod, Sean, itt kéne csinálni. Na, gyerünk! Gyerünk már! Ez az! Üdj már vissza! Hát gyerünk, gyere jó vissza. Vagyok! Csak én tudom. Jó napot, Matt. Mi szél hozta erre? Ma én kísérem haza Dennyt. Nézze, tudom, hogy nem ért velem egyet, de sokkal jobb lenne Seannak, ha dolgozna ehelyett. De nem szakíthatjuk el a többi gyerektől. Nem, ezt én sem szeretném. Találhatnék neki valami tevékenységet, ami visszaadná az önbizalmát. Lássa be, hogy nehézségei vannak az iskolában. Sean, ide jönnél egy percre? Szervusz, Sean. Jó napot. Sean, melyik király követte a trónon harmadik Edwardot Angliában? Második Richard. Nagyon jó. 1377-től 1399-ig. Tényleg? Negyedik Henrik 1399-1413. Ötödik Henrik 1413-1422. Hatodik Henrik 1422-1461. Úgy tűnik, nem esett nehezedre megtanulni ezeket a királyokat. Néha az az érzésem, nekünk sosem lesz egy közös gondolatunk. Gyere, Sean. Ott hagyta! Maga megőrült! Ott hagyta a lányomat a bozódban! Azt sem tudtam, hogy ott van. Nem fog többet itt dolgozni. Mr. Blackwood, a vasúttársaság dolga volt, hogy a kocsikba ültesse az utasokat, nem az enyém. A következő kocsi rajta legyen! Megértette? Igen is, uram. Menj már gyorsabban! Nyomás! Na hát akkor, Sean, most megmutatom, mit fogsz csinálni. Ahogy láthatod, ezek a nyergek javításra szorulnak. Hosszú és nehéz munka, de minden valamire való lovász gondját viseli a nyergének. Rendben. Megpróbálod? Igen. Tessék. Úgy jó. Egy kis kencét rá. Persze, nem ingyen gondoltam. Fizetség jár neked, mondjuk. Egy penny óránként. Jó. Nagyszerű.
Most itt hagylak velük. Dolgozz csak nyugodtan. Sean, majd szólok, ha már elég. Mit szólsz? Jól van. Találtál ennivalót? Jó. Mondtam a szakácsnak. Ha nincs itthon Victoria, ne vesződjön vele. Egész nap egy feszítővassal kellett sziklát törnöm. Nem esik ma. Legalább nem házik meg. Ő meg egész idő alatt egy fát faragott. Olyan üres a ház nélküle. Miért engedett, hogy így bánjon velem? Frank. Biztosan megérted. Ez a kis kényelmetlenség nem nagy ár azért, hogy egy McGregor van a kezünkben. Dolgozol. Még mindig nem jött vissza az apukád. Nem gondoltam, hogy egész éjjel ott maradsz. Az egyik emberemet megsebesítette egy ökör, és orvoshoz kellett vinnem. Azt mondta, visszajön. Oh, Mr. McGregor, nem tud mindig hazajönni, Sonny. Ide hallgass. Nagyon sajnálom. De ha ez számít neked, remek munkát végeztél. A kalauz azt mondta, a podgyászt elküldik. Azonnal haza akarok menni a holmimmal együtt. Már így is egy éjszakát töltöttem a vadonban. Látja, mekkora a kocsi. Épp elférünk rajta hárman, meg az orgona. Az orgona maradhat. Bocsánat, Victoria, de az orgona velünk jön. Ebben vannak az új ruháim. Nagyon értékesek lehetnek, ha nem megyünk nélkülük. Egyet. Csak egy podgyászt. Talán egy elfér. Majd Miss Kevin itt marad. Nem hagyhatom itt a kísérőmet. Mit szólnának az emberek? Pontosan. Akkor döntse el. Egy óra alatt átcsomagolok. 10 perc. Mi ez a rémes szag? Úgy béreltem a kocsit. Azt hiszem, trágyát hordtak vele. Trágyát? Maradt trágyát. Tönkre mennek a ruháim. Ki lehet mosni azokat? Gyere! Yeah. Nem virradatkor kezdünk? Azt hittem, nem akar többé csákányt látni. Még nem látszik az alja, Frank. Nagyon vicces. Mit csinál? Tegnap rászedett. Ma fordítva lesz. Ásson csak. Azt hiszem, ez igazságos. Óvatosan azzal, mert levághatja a lábát. Az meg mi? Dinamit. Egész végig itt volt, és nem mondta! Nem kérdezte.
és ne hadonásszon azzal. Gyere! Gyere már! Ez az jó csinálom! Gyere! Hallgattál! Matt! Matt! Beszélnünk kell. Igen, itt vagyok. Hogy jutott eszébe megdolgoztatni szegény fiút? Szerettem volna, hogy átéljen egy kis sikert. Felteszem, megérti a szándékomat. Hogy ne érteném, hogy úgy belefáradt a sikerbe, hogy nem is jött ma iskolába. Sajnos elhívtak egy alkalmazottam miatt. Nézze! A fiúnak joga van a neveléshez, az éjszakai pihenéshez. És ahhoz, hogy ne zsákmányolják ki. Azt mondtam, hogy elhívtak. Megfizettem, mint a többi emberemet. Az édesanyja is nálunk dolgozik, tehát egyszerre támogatom mindkettőjüket. De ő nem egy alkalmazott. Azt javaslom, hagyja a törődést olyanokra, akik ehhez jobban értenek. Ó, vagyis magára? Igen. Vagyis rám. Ébresztő! Majd alszol éjjel. Egy szép nyári reggelen, mikor elhagytam Brisbane-t én bizony. Hé, hey Frank! Mi lesz majd, ha az apja meghal? Nem fog meghalni. Miért? Túl fukar? Ugyan már mindenki meghal. Nos, mi lesz? Kié a vagyon? Az enyém. Ez biztos. Az egyetlen fia vagyok. De ki a kedvence, Frank? Képzeljük el! Oliver meghal, és az összes földi javait kedvenc gyermekére hagyja. És mindketten tudjuk, ki ő, igaz? Majd férjhez megy a wyomingi aranyásóhoz. Ezért érdemes ásni, Frank. Inkább megölöm. És őt is. De hogy öl meg, Frank? Nem tud ennél gyorsabban menni. Talán, ha könnyítenénk a kocsin. Dobjuk le az orgonát. Nagyon szép ruha. Köszönöm. Saját maga varta? Biztos, hogy jó irányba megyünk? Teljesen biztos. Nekem ez nem tetszik. A másik oldalon kellene lennie a napnak. Rövidebb úton megyünk. Remélem, tudja, mit csinál. Igen, tudom, mit csinálok. Gyia! Ezt egy patkolókovástól láttam. Így kötötte meg a lovát patkolás közben. Ez jó van. Nem látom, aki Sean Carney-t köztetek. Beteg? Nyerget tisztított tegnap, és túl sokáig dolgozott. Nem volt elég esze hozzá, hogy abba hagyja, mire este lett. Nem szóltak neki. Teljesen bolond. Még krikettezni sem tud. Ti sem szeretnétek, ha kinevetnének. Senki sem. Ez lenne a rövidebb út. Gyere szépen. Mi lesz már? Kérem, szálljon le. A ló nem fogja elbírni. Ebbe a mocsárba? Ha, maga megőrült.
Jó, akkor segítek. Hogyan? Leemelem. Még csak vizes sem lesz. Ez remek. Van más választásom? Most mire várunk? Beragadtam. Micsoda? Beleragadtam a sárba. Akkor csináljon valamit! Gyűlölöm magát, Robi meg Gregor! Emlékszem egyszer, egy kisvárosban léptünk fel Brisbane mellett. Épp belekezdtem a kötéltáncba, amikor a szél felkapta a sátor tetejét. Jó látvány lehetett. És Mr. Fowler még időben elkapott. A mama küldött egy kis szirupért. Abban a dobozban van valahol. Ott a tábla alatt. Nem tudsz olvasni? Dehogy nem tudok. Köszönöm. Tessék a McGregor számlához írni. Rendben van. Viszlát. Viszlát, Jack. Fogja meg ezt. Ez gyönyörű. Bűn ide felvenni, az Isten háta mögé. Nagyon értékelném, ha igyekezne már egy kicsit. Alkonyat előtt akarok hazaérni. Hát persze. Még vacsora előtt odaérünk. Holnap. Robi meg Gregor, ha azt hiszi, majd kettesben maradok magával éjszaka, kísérő nélkül, akkor nagyon, de nagyon téved. Gia! Yeah. Nagyon szép találat, Sean. Meg tudod csinálni még egyszer? Gondolom, igen. Szeretném látni. Nagyon jó. Megnézhetem a csúszlit? A papámtól van. Szép, alapos munka. Kapd el. Nem volna kedved velem jönni egyszer iskola után nyulászni? Köszönöm, Mr. Kelly, de én nem szeretek állatokat ölni. Én sem, fiam. Én sem. Finom üregi csirke. Ez nagyon finom, Rob. Az apámtól tanultam. Én lőttem. Megkaphatja a bőrét, ha kell. Akár kis szőnyeg is kijön belőle. Szőnyeg? Azt hittem csirke. Hát üregi csirke... Nyúl. Gyűlölöm a nyulat. Én megpróbáltam, Jack, de nem értem a nőket. Még a lányomat sem. Nagyon furcsák, az biztos. Tudod jól, Jack, én nem vagyok egy buta ember. De a nők, mindig csak az érzelmek. Hogyha segíteni akarsz, azt hiszik, lenézed őket. Te is észrevetted, Jack? De észre? Próbáltál már bádogdobozt lecsúszlízni 30 lábról? Mi a fenéről beszélsz? A kis Sean Carneyról. Látod, ezt mondtam? Mennyire vakok voltunk, Jack. Ó, Mrs. Carney! Látta, hogy a fia odakint van?
Csak nem megint azokkal a bádogdobozokkal játszik, azonnal szólok neki. Nem, semmi baj. Ha nem bánja, Jack bevinné őt egy kicsit a városba. Ó, köszönöm, Jack. Ez tényleg nagyon kedves. Úgy is csak láb alatt van egész nap. Miss Cavill? És a lányom? Beszéljen már! Hol van a lányom? Mr. Blackwood, én mondtam neki, én... Miss Cavill, szedje össze magát. Hol van Victoria? Hát ő egy másik kocsival jön. Mr. McGregor jött érte. Én könyörögtem neki. Matt McGregor? Rob. Rob McGregor. Rob McGregor hozza haza egyedül? Kathleen, kössünk fegyverszünetet, beszéljünk felnőtt emberek módjára. Csak azt mondtam, amit mondanom kellett. Én nagyon sokat dolgoztam Sean Carneyval, és már volt is eredménye, amíg maga bele nem avatkozott. Most tudtam meg, hogy elküldte Jack Kellyvel, amikor az osztályban lett volna a helye. Nem hiányzott sokat. Ha magának ez a hozzáállása, nem csodálkoznék rajta, ha már máskor is elküldte volna a megkérdezésem nélkül. Én csak segíteni akarok. Kérem, ne tegye. Miért álltunk meg? Itt kell aludnunk. Dehogy is kell, haza akarok menni. Itt már jártunk egyszer. Nem járhattunk. A rövidebb út... Eltévedtünk. Szó sem volt rövidebb útról. Szándékosan a hosszabb útra vitt. Nagyon alattomos kis terv volt arra, hogy... Nem fogok a kocsiról leszállni. Felőlem maradhat. Gyűlölöm, tudja meg! Tudom, hogy csak ki akarja használni a helyzetet. Ha akarnám, se tudnám, Victoria. Megkérdeztetem, hol kellene aludnom. Mondjuk a kocsin. Maga is tudja, hogy nincs rajta elég hely. Akkor be kell érnie a talajjal és velem. Biztos, hogy nem kér. Mondtam már, hogy nem eszem nyulat. Csak nagyon fázom. Mégis megkóstolnám egy kicsit. Ez nem is rossz. Jobb, mint az előttünk álló éjszaka. Hivattál? A nővéred a McGregor fiúval tölti az éjszakát. Az előbb még a bányánál volt. Rob McGregorral. Menj és keresd meg. Egész nap dolgoztam. Megkeresed és hazahozod. Megértetted? Nem érdekel, hogyan. Nem hagyom, hogy egy McGregor kompromittálja. Igen, uram. Mi volt ez? Csak egy éjjeli madár. Dingók. Hallottam valamit. Biztos kígyók lesznek azok. Nem kell félnie tőlük. Vegye le rólam a kezét! Én nem maradok itt! Hmm.
Gyerünk! Hogy merész, Eli? Mosakodtam! Még aludt? Nem igaz! Hazudik maga! Mi a fenét műveltek itt? Victoria! Tegye le a fegyvert, Frank! Véletlenül elsülhet! Ez nem lesz véletlen. Egész éjjel nyerekben voltam, hogy elkapjam. De elkéstem. Mit akarsz ezzel, Frank Blackwood? Miről késett le? Maga letámadta a húgomat, láttam! Én támadtam le, inkább ő engem. Abban az izében van. Ez illőviselet, Frank. Kompromittált téged. Apa megmondta, hogy kompromittálni fog. És nekem kell rendbe hoznom. Be kell bizonyítanom, hogy képes vagyok rá. Te viszont nem tudsz olyan rosszat tenni, amit észrevenne. De nekem bizonyítanom kell. Folyton csak bizonyítanom kell neki. És most az ő drága, elkényeztetett lánykája együtt hált egy McGregorral. Én nem. Most megmutatom neki, hogy csak egy Blackwood maradt, akinek fontos a család becsülete. Frank, ne csináljon olyasmit, amit megbánhat. Csak képzelődött, érti? Hazudik, láttam, hogy megcsókolta! Nem, Frank, nem! Én voltam. Én csókoltam meg. Miért csókoltad meg? Mert csak ő volt itt. Nálam dolgozik délutánonként az iskola után. Gondoltuk, megtanítjuk, hogyan kell bánni a csordával. Dolgozik a csordával. Uh-huh. Ó, és van itt még valami. Oh! És az égen, mint a fényes glóriák, ragyogtak a csillagok. Szívesen cseréltem volna Clancyvel, de nem tudok. Nem térek már soha vissza oda, hol végtelen a puszta, s cserzett arcú lovasok, kik tetőt meg nem tűrtek, hogyha csordát terelnek az éjben, de Clancy nem lehetek már sohasem. Igen. Robi, mióta is ismerjük egymást? Azt hiszem, amióta élek. Akkor miért nem próbált soha megcsókolni? Kellett volna. Csak mert az a csók tetszett nekem. Dia! Én csak örülök, hogy végül kiderült a dolog. Nem tudtunk róla, hogy ennyire rossz a szeme. Fogadjunk, hogy megcsókolja. Egy pennybe lefogadom. Ugyan, dehogy. Inkább ne. Fogadsz? Egy penny. Fogd már be, Jeff. Két érdekel. Valójában Jack érdeme, ő vette észre, hogy távollátó, mert 30 lábról eltalálta a konzervdobozokat, de elkapni semmit nem tudott, mert nem látta őket. Még a verseket is elolvassa. És a zsoltárokat. Milyen ostoba voltam. Észre kellett volna vennem. Kathleen, én remélem, hogy... Mit remél meg? Ahányszor csak találkozunk, folyton veszekszünk.
Igen, igaz. Igen. De nem, nem kellene. Ez minden. Mi az, amit szeret, nem ment? Magyar szöveg Angyal Andrea, szerkesztő Láng Eszter, hangmérnök Pálfi Miklós, vágó Vüns Attila, gyártásvezető Farkas Márta, szinkronrendező Kis Lajos. A szinkront a Magyar Televízió ZRT megbízásából a Vidar Team készítette.